a napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Cyclocrossról lesz szó, de nem Vas Blanka a beszélgetés főszereplője, bármilyen furcsa. Egy évvel ezelőtt se gondoltam volna, hogy Cyclocrossról kell úgy beszélgetnünk, hogy Blanka nem jön szóba. Takács, Zsombor és Burzsolt a vendégünk. Sziasztok, srácok! Szia! Szia, Szia. Zsombi, kezdjünk azzal, hogy kb. 24 órával az Európa-bajnoki ezüstöd után beszéltünk, egy hosszú vezetés után voltatok, még kocsiban ültél, és azt kérdeztem tőled, hogy idegesít ez a második hely, vagy úgy vagy vele, hogy nyertem egy ezüstöt most már így egy héttel utána. Én szerintem nagyjából ugyanazt gondolom, hogy kicsit idegesít, úgyhogy benne van egy ilyen kis feszültség még mindig, amikor arra gondolok, hogy másfél méter voltam onnan, hogy megnyerjem a, a versenyt, de ugyanakkor azért inkább örülök neki, úgyhogy inkább az van bennem, hogy azért azért mégiscsak egy dobogó második lettem. Sprintre tudtam jönni a, a győzelemért, és inkább ez a boldogság van bennem, igen, egy kicsit idegesít, de, de inkább az, hogy ez így jó. Buzsa, amikor beszélgettünk, annyi érdekeset mondtál, úgy voltam vele, hogy a felét sem próbálom meg leírni, mert sokkal jobb, hogyha, hogyha, a teszádból hallják a nézők, hallgatók, szóval ezért is jött össze ez a podcast. Mondtad, hogy mind zsombi, mind pedig vasbarni nyerni ment. Azért ez Cyclocrossban világverseny előtt magyar edző szájából nem megszokott. Hát ez ilyen még szerintem nem nagyon volt. Hát konkrétan nem volt. Igen, talán a blankánál volt esetleg ilyen, hogy hogy azért esélyes mondjuk egy Európa-Bajnok vagy egy világbajnok címre. Ugye az után össze is jött. Igazából ez már tavaly is. Ugye tavaly voltak első évesek, most másodévesek, mindketten 2006-os születésűek. Azért képbe vagyunk az ő tudásukkal. Én, na, ugye zombi tudással még jobban, hiszen rajtunk, rajtam nőtt föl, nagyon kis gyerekkora óta tudjuk a többieknek az eredményeit, tudjuk, hogy kik első évesek, másodévesek, tehát azért megy a, megy a, számolgatás, ugye nem csak abból áll akár az edző, vagy még a versenyző dolga sem, hogy igen, tekerem a biciklit, és akkor az így nagyon, 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 jó, meg gyorsan megyek, de azért, azért ezekkel is képbe kell lenni. Tehát azért országúton is nem egy, még magyar versenyzőt is ismerek, aki egy pro cycling Stats van a fejébe egyébként, úgyhogy kb. mi is um ezen a szinten, vagy én, mint edző, így készültünk erre a dologra, és ezt így nyilván félve mondtuk ki, de, de az eredmények alapján az, hogy a Barni tudott Bel Belgiumba is nyerni versenyt a Zsombi Csehországba, Szlovákiába, a tavalyi eredmények, hogy a Barni legjobb első éves lett az EB-n, a Zsombi azt hiszem a második vagy a harmadik legjobb első éves, a vb n második legjobb éves lett a Zsombi, szóval, hogy azért ebből már nyilván tudtuk, hogy, hogy mi következik. Ugye itt azért az, 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 egy év az nagyon sokat számít itt a srácoknál, azért hangsúlyozzuk ki így, bár egy Európa bajnok van, tehát nincsen, hogy első meg másodéves, de, de azért ez az sokat számít. Ugye majd 23 ban is ez nagyon sokat fog számítani, ott meg van 3-4 év a srácok között, lányok között, úgyhogy ott még jobban számít ez. Friss élményekkel kezdjünk, aztán majd visszamegyünk a kezdetekig, EB és a pálya. Zsombi, amikor utaztatok ki, mennyire volt fejedben az összes kanyar, az összes emelkedő, mennyire mondtad azt a pályabejárás után, hogy fú, ez ütős lesz, ezt nagyon-nagyon érzem, vagy mennyire ment egy picit az ismeretlenbe? Pályajárás után igazából azt mondtam, hogy amit egyébként a verseny után is mondtam, hogy ez úgy fekszik nekem ez a pálya, talán nem a legtökéletesebb, de, de alapvetően, ha már az ember úgy áll hozzá, hogy ez jó nekem ez, akkor, akkor az már jó. Egyébként, amikor mentünk ki, azelőtt már nyilván néztünk róla videót, meg úgy tudtuk nagyjából, hogy mire számítsunk. Volt benne azért új rész is, nyilván, meg, meg amikor kimegy az ember, és ott van élőben, akkor látja az egészet, meg akkor rakja össze. De mielőtt elindultam a versenyen, akkor is az volt bennem, hogy ez úgy alapvetően úgy fekszik nekem, a, ez a pálya is, és, és jó lesz, úgyhogy nem volt benne ilyen félelem, hogy, hogy itt a pálya miatt nem menne. Ha azt mondjuk, hogy pályajárás, az mit jelent? Tegyük fel, most egy olyan helyszíről van szó, ahol még soha nem jártatok a példakedvéért legelőször végigmentek tízzel és megnézitek nagyon-nagyon minimális sebességgel a kanyarokat, vagy ott, ott azért már illik tempóból végigmenni. Tehát hogy mit, mit jelent az, hogy bejárás? te mire figyelsz, Buzsó, de Zsombi, kezdjünk veled, jelen esetben Európa bajnoki pálya, legelőször felmentél rá, amikor odaértetek, akkor te mire figyelsz? Az elejétől fogva, vagy az első körben nyilván nem megyünk végig nyélen, nagyjából végiggrulunk rajta, és igazából arra kell figyelni, hogy tényleg a, a kanyarokat, meg a technikásabb részeket, ahol valami valami érdekesség van, azokat így megjegyezt, uh -huh. hogy mi miután következik, mire kell kicsit odafigyelni, hol van egy gödör, amiben nem akarsz belemenni, ilyesmik, meg hol van a karú úgy letűzve, hogy ki tudod kicsit szélesíteni a pályát. Uh -huh. Úgyhogy ezekre kell odafigyelni, és utána a lévő körökben nyilván egyre gyorsabban menni, és egy-két kanyar meg technikás részre versenytempóban rápróbálni, hogy, hogy fel tudja készülni arra, hogy itt a, a versenyen mit vársz. De Cyclocrossban egyébként inkább azt jelenti igen a pályárás, hogy, hogy ismerd a kanyarokat, meg az akadályokat, hogy mi miután jön. Mert euh, például az elit versenyen pont láthattuk, hogy a verseny közben megváltozott a teljes pálya, leszakadt az eső, és tök más éveken kellett menni. Tudni kell, milyen kanyarok vannak, és milyen akadályok miután jön. Ha egyébként Szerintem. most oda készítettem egy papírt, meg egy tollat, de nem ezért, ez ebbe a pillanatban jutott eszembe. Most azt mondanám, neked gyombor, hogy rajzold le a vonalvezetését az EB-pálynak, az menne? Vagy nehezebb Nem menne nagyjából. Kisebb pivákkal. Na, Buzsó pálya a járás, te ismész? Mehetsz egyáltalán? Mehetek rajta. Hát itt ilyen speciális eset volt ezen az EB-n, mert hogy Magyarországról utaztunk, az autónk az Belgiumba volt, tehát még egy 700 km-t mentünk Oda Odaig repültetek? E, igen, mert előző hétvégén ugye voltunk egy Rudder meg egy más -Me ami Rudder jól sikerült egy betegség után egy harmadik helyjel. Mass már annyira nem jött össze a dolog. Letört a váltó, defektet kapott a zombi, mert hogy elesett előtte. Már, hogy a változat törés előtt teljesen, De ugye el szoktuk mondani, hogy uh, ugye a szezonban csak jó versenyek voltak, volt egy rossz verseny, és akkor innen jött az EB. Tehát, hogyha most az EB-n történt volna, akkor nyilván. Mert, tehát egy rossz verseny biztos, hogy van a szezonban, egy betegség uh, biztos, hogy van a szezonban, tehát olyan nincsen, hogy mindig mindenki nyer, mind, minden tökéletes olyan, olyan nincsen. Szóval, hogy későn értünk oda, és uh, gyorsan ezt úgymond le kellett pörgetni. Ugye velünk volt Bruckner Regina is, uh, ZKS és uh, szintén junior. Uh, Hölgyversenyzőnk, a barnék külön utaztak, úgyhogy itt most nem mentem velük, de egyébként azt kell tudni, hogy én több korosztályos is foglalkozom, a kicsikkel még kell menni a pályán, a, a zombi korosztályával már 17-tel, de nyilván ez gyerekfüggő, ott már nem biztos, hogy én megyek velük. Most, hogyha például Montiról beszél, Monti azért nehezebb, azt gondolom, mert ott azért ugratók, sziklakertek, szóval azért az egy kicsit speciálisabb eset ott a kicsikkel megyek, a zsombiakkal már inkább az van, hogy én, én gyalog megyek ikonikus pontokra, és akkor ott megbeszéljük, hogy például, most mondok egy, egy egyszerű példát, hogyha mondjuk van egy, egy homokos rész, és mondjuk mit tudom, van benne egy kanyar, mondjuk, hogyha crossról beszélünk, és akkor lehet, hogy ott inkább jobb leszállni, és akkor megkerülni a karót, és úgy fut. Tehát, hogy ezeket inkább megbeszéljük már. Jó, Tehát, erről... amik olyan technikai elemek. Amik... Erről, ki dönt? A zsombi mond már neked ellent, mondhat? Mondta mondhat ellent. Ö, és úgy, akkor hogy... mi lesz? Tehát, hogy le, mondjuk példa kedvére le kell szállni, nem kell leszállni. Akkor mi lesz? Hát az van, hogy akkor megnézzük, lemérjük, de utána tudok neki esetleg olyat mondani, mert azért már, azt szoktam mindig mondani a gyerekeknek, hogy azért már indultam már egy 400 darab versenyen, szóval hogy úgy kb. tudom már, hogy mikor mi fog történni. De utána neki komfortosabb, és akkor van közt a fél, fél másodperc a példakedvéért? Hát hogyha, ha, és ha biztonságosabb is, akkor, a, akkor inkább a plusz fél másodperc. Tehát, hogy mit tudom hát. én, egy, egy, van egy akadály bunny hop, ezt láttuk egyébként, most ugye az volt a baj, hogy nem volt juniorba közvetítés, és uh, majdnem mindenki ugrotta a palánkot, a zsombi nem ugrotta. Viszont az utolsó körben a zsombi ugrotta, és így ez meglepte a többieket, mert a többiek nem ugrották. Na de zárójel miért? Ez úgy volt egyébként, hogy a, az elején majdnem mindenki ugrotta, utána elkezdték nem ugrani, mert, mert ez egy emelkedő végén volt, és nagyon, nagyon nehéz volt felvenni azt a lendületet, amivel át tudod ugrani. Aha. És például pont az, az a francia gyerek, aki nyerte, az egyik körbe beleakadt a palánkba, és valahogy le, le, is kellett tenni a lábát, meg ilyenek, és utána nem ugrottam már. És én az utolsó körbe úgy voltam vele, hogy ezt most egy kicsit be kell kockáztatni. A pályáráson átugrottam előtte, úgyhogy tudtam, hogy meg tudom csinálni, de rizikós volt, és azért inkább azt mondtam, hogy előtte lévő körökben nem kell, mert nem kockáztatom be. Akkor inkább az a biztonság, és az a plusz egy másodperc, mert inkább az, hogy... Ne essek el, meg ne törjem össze magam. És akkor az utolsó körben, igen, úgy voltam vele, hogy, hogy ez most egy életem, egy halálom, én ezt itt, én ezt itt most átugrom, és hát, szerzek vele előnyt, és amúgy szerintem úgy szereztem is, mert például a francia gyerek nagyon gyorsan futott mellettem át a palánkon, és én nem biztos, hogy tudtam volna ott már a legvégén olyan gyorsan futni, és ez ugye a cél előtt volt, igen, nem láttam. Igen, itt az volt a speciális, hogy, a cél, hogy 40 másodperc igen. volt a célig körülbelül. Te Vajon. ezt a Tehát, hogy... láttad? Hát nem, mert futottunk a depóból a célba. <laughs> csak azért kérdezem már, uh, hogy mekkorát fagytál, ha láttad, de akkor ezek szerint az ez uh, nem, nem láttam, utána egy videón láttam egyébként, tehát volt, volt azért valamennyi videó, vagyis talán az uec és összefoglalóban láttam, hogy akkor az zsombi ugrott a, a, a sparfel, meg nem. Valami köze volt a befutóhoz? Ennek a szituációnak? Aha, Na, csak ennek. Nem. annyi, hogy én voltam előrébb. Nem, annyi, hogy a zombi volt előrébb. Én mentem elől, igen, annyi. Hogy ott rákerültem a... De hogy nem szakadt le, igen, csak uh -huh. előtte voltam. Jó, a másik, amit meg kell, hogy kérdezzek tőletek, aki látott videót, lehet, hogy megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy hol kellett fogni azt a bizonyos, vagy nem kellett volna fogni ezt a bizonyos kormányt. Zsombi, válaszolj te egyáltalán, amikor te ott élesben sprinteltél, feltűnneket, hogy hol fogod? Feltűnt nekem, és tudtam, hogy a kanyarba még ö, fönt fogom, mert mert bekanyarodni... Úgy szeretek eleve a krossal, meg ott fölfele mentünk a, a kanyar előtt, ez nem látszik sok videón, és bekanyarodtunk, és onnan meg el kell, el kell indítanod a sprintet. Nincs, nincs idő ott már átfogni lentre, és elkezdtem fogva sprintelni, de nem bírtam kiállva végig, és kicsit visszaültem, és, és úgy nyomtam, és akkor meg hirtelen azt éreztem, hogy át kell foglaljak lentre, uh -huh. és és akkor utána jobb lesz, és még egyszer ki tudok állni. És hát ezt csináltam. Igazából azt kell még hozzátenni szerintem, hogy már fejben nem, nem teljesen voltam ott a végén, és például a, a sprintnél, sprint előtt még nem is voltam benne biztos, hogy csak ketten vagyunk ott, mert annyira nem tudtam már már figyelni a, a fáradtságtól, hogy, hogy csak lá, láttam, hogy mögöttem van egy francia gyerek, még azt sem láttam tényleg, hogy most kicsoda, és, és nem voltam merre biztos, hogy mögötte még van-e valaki, vagy bármi. Még ez is, hogy még arra tudtam gondolni, hogy még lefogok, még szerintem az is, az is, így magamnak durva egy kicsit. Hiba vagy nem hiba? Én most direkt keményen kérdezek. A videóból hibának tűnik, azt gondolom. Viszont aki ezt a 10 másodpercet látta ebből az esetből, hogy ott jönnek az egyenesbe az aszfalton 41 és fél és ott sprintel két 17 éves fiú, az azt fogja mondani, hogy visszaült a csávó, és lefogott alulra, és ott a csávó meglószolt a francia, és akkor ezzel kikapott. Csak ugye itt volt még 43 perc előtte, ami csúszós, saras, palánkkal, lépcsőkkel tűzdelt pályán hat kör, akinek, mit tudom én, mond 410-20 normál power 70 kilósan, azt úgy, mert hogy ennyit mentek, vagy ennyit ment a zombi erre a, erre a 40, 43 percre. Tehát ez, az egyik része, tehát ott volt 43, 43 perc előtte, négy francia volt egyébként ebbe a hetesbe, ugye négy francia, egy olasz, meg a két magyar fiú. Tehát, hogyha ott a zombi például nem megy elől, akkor valószínűleg, nem tudom jó szóval mondani, meg megszivatták volna, valószínűleg, mert azért nagyon erősek voltak a franciák. Tehát, akivel előzetesen számoltunk, hogy remészen a Solenki ilyen például, tehát az úgy, úgy, volt, hogy az első körbe ott elköszöntek a zombiek, és e ezek a srácok őket már soha többet nem látták. Szóval hogy például a Solenki úgy ment oda, hogy nyilván, hogy ő Európa bajnok lesz, vagy a Debőr, aki előtte minden hétvégén uh, szinte majdnem minden versenyt megnyert uh, belga fiú. Uh, ezzel szemben a franciák domináltak, nyilván ez hazai pálya, szóval, uh, ez, 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 nem volt meglepő. Mi számoltunk a franciákkal, meg az olasz fiúval, aki negyedik lett. Tehát ez még egy adalék hozzá. Aki nem sprintelt még uh, 1,4 báron szingos uh, kerékkel, az nem tudja, hogy milyen sprintelni 40-nel 1,4 báron uh, szingos kerékkel. Uh, egyébként a cél egyenes előtt egy meredek emelkedő volt, ezért is fogta felül a zombi. Egyébként, és amit csak ő tudott a verseny közbe, és utána nyilván nekem, mint edzőjének elmondta, amikor a, a sajtótájékoztató után visszajött az autóhoz és levezetett görgön, hogy nem volt extra napja. De Na ez mondjuk nagyon fontos. Tehát, és tényleg nem? Olyan szempontból, hogy ne, nem éreztem magam robbanékonynak, és emiatt is álltam előre, és mondta, hogy én inkább indítok egy hosszút, és inkább megpróbálom egy, egy igen-egy ilyen hosszabb, szerintem legalább 30 másodperces sprint már, hogy a kanyar előtt is már, már nyomtuk, meg, meg nyílen mentünk, vagy hogy egy ilyet próbálok abszolválni, mert hogyha mentünk volna a célegyenesbe, gurulgatunk, és egyszer csak ki kell állni hirtelen, azt, azt éreztem, hogy az biztos, hogy úgy nem fog menni, és azért inkább így próbáltam meg. Ez volt úgymond a jobbik döntés, de hát, de hát így se jött össze, úgyhogy... Jó, szóval akkor megint kiderült, hogy ha 10 másodpercet látsz belőle, akkor azért az nem biztos, hogy hát igen. abból lehet elemezni. És igen, és van nem egy nem olyan 10 másodperc amúgy a, a Youtube-on, ahol a január, vagyis február, nem tudom én, harmadikán vagy negyedikén ebben az évben a, a fiú előről fékváltókat fogva sprintelte le az alul fogott fiút, elit férfi felnőttbe, szóval, hogy tehát a Matthew van is nyert már így sprintet és világbajnok lett belőle, tehát nem tudjuk, hogy mi van, mert én tudom, hogy Huger Heidi-ben mi történik a célegyenes előtti kanyarba, hogy az milyen, és a Matyi azért fogta fölül, vagy a Matyi Szóval ez így, a, amit mondasz, hogy, hogy a 10 másodpercben ezt, ezt igazából nem lehet. Tehát mondom, elsőre ez hibának tűnik, de de így, hogy ilyen körülmények vannak, és, tehát teljesen más, mint amikor a Philipsennek, nem tudom, a Quentin Hermans megy 200 kilométert, és utána 70-nel kell sprintelni. Teljesen másról beszélünk. És, és perceken keresztül igen, csak arra készül, hogy ő tökéletesen tudja meglökni a... A, a biciklit, és, és alulfogva ez... sprinteljen, és belökje jól a biciklit, hmm. és... Ez itt, Igen, itt, 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 itt azt gondolom, itt a nyers erő, tehát, hogy a, a Simonnak, vagy a, vagy az olasz fiúnak, tehát ők már előtte leszakadtak, szóval, hogy tudod, ők nem voltak ott. Jó, ha... Nehéz. A... <laughs> Akkor ez egy fontos info, szerintem, Zsombi, hogy nem érezted magad a robbanékonynak, tehát nem volt, mondjuk, 10 per 10-es napod. A, a pályáról beszéltünk, hogy az mondjuk egy emelkedővel kevesebbet el tudtál volna képzelni, és most nincs itt, úgyhogy nyilvánvalóan őt kéne erről megkérdezni, de az Eurosporton volt cikk a témában, meg nekünk mesélt, hogy Vasbarni vajon miért volt szomorú? Egyáltalán az az ő pályája volt, mert azt mondta, hogy ő azért ennél az ötödik helynél egy picit többet szeretett. Hát a Barni is nyerni ment egyébként, nyilvánvalóan. Kb. egy szinten van egyébként a Zsombi meg a Barni, és ez a jó hír, hogy ez a ez a világ élvonala, mint ahogy látjuk a világranglistát is, meg most az Európa Bajnokságnak a, az eredménylistáját. Na jó, de a testalkat az még elég más. De a testalkat, igen, azért egy 16-18 kilóval nehezebb a zombi. Ez most egy kérdés, hogy ez krosszon melyik a jobb. Ha most megnézzük tényleg ezeket a srácokat, hogy most akkor az elitet, hogy ki milyen testalkat, azért látszik, hogy nem biztos, hogy a, a vékonyabb gyerekeknek, de hát mondjuk egy pitkok, egy izerbi, az egy nyilván kicsi, alacsony, vékony de nekik is szerintem, tehát igazából a én azt gondolom, hogy azért elég függő még itt is, viszont szerintem azért a cross egy picit a nagyobb testű srácoknak fekszik. Én azt gondolom, de mondom, tehát megyünk Namurba, jön a Barni is, az full Monty pálya, csak cross szóval kell menni. <laughs> az egyébként a Barninak nagyon-nagyon fog feküdni az a pálya a testalkotából adóan. Én is, vagy én azt gondolom, hogy ez a pálya nem feküdt neki annyira, és valóban ahogy néztük, ott az élmezőnyben, akik hatan mentünk így nagyon sok ideig együtt, azért nála tényleg mind nagyobbak voltak, de hát így is ott tudott lenni tényleg, és, és nyomta, úgyhogy ez, ez nyilván szép tőle is, meg, meg úgy szerintem jó napot ment, nyilván volt egy pont, ahol ahol már már nem bírta tovább, és, és akkor így uh -huh. így csökötödik lett, úgymond. Meg azért lehetett csalódott, mert tavaly negyedik lett. És mégiscsak nem arról beszélünk, hogy az eliteknél egyszer, egyszer első, egyszer harmadik, egyszer ötödik, egyszer tizedik vagy, hanem juniorban fölépett egy évet, és úgymond egy jobb eredményt várt. De hát, jö, ez sajnos most nem jött össze neki. Na jó, de figyelj, eb és ötben két magyar, ez megint csak azt mondom, mint az elején, nem egy megszokott dolog. Nem. Hát ez abszolút nem. Hát most a, mondjuk tíz évvel ezelőtt úgy mentünk el Szlovák kupára, hogy figyelj, szerezzünk pontot, mondjuk elitbe és akkor junioroknál meg, hát ott is mondjuk, hogyha, sőt, még talán kisebb kategóriákban is, ugye, ahol még nem osztanak uci pontokat, ott is kb. az volt, hogy, hogy jöjjünk egy szlovák kupán tízbe. Most arról beszélünk, mondjuk a, a zsombi esetében, hogy elmegy a, a szlovák c mert kell a pont, kell a verseny, hogy figyelj, próbálj meg egy percnél jobban, vagy, tehát nyilván megnézzük a rajtlistát, de tudjuk, hogy franciák, olaszok, spanyol vagy belgák nem fognak eljönni erre a versenyre. Egyébként Patrick Linárt, aki 14 lett, Zsombi meg a Barni egész jókat meccselt vele. Egyébként, tehát ő is egy egész, egész jó fiú, vagy akár uh, Christoph Bazsant, aki Montiba eljófot nyert U17 Európa bajnok, most már többszörös, úgyhogy óriási fejlődés, és most már a kisebb kategóriákba is most már nyerni megyünk, szóval nem csak junior, hanem nyilván U17, U15, U13-ba is, mondjuk ezt Zsombi, mondtad, hogy 6 hét végét végig nyomtál, és most jön egy pici pihenő, az nálad mit jelent? Mind a mellett, hogy egyébként 17 éves vagy és suliba jársz, tehát gondolom, hogy azért tanulgatsz mellette, de hogy mineked a pihenő? Illetve az EB után van olyan, hogy három nap kötelező hozzá hogy nyúlsz a bringához? Most egyébként volt, pont, 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 ilyen volt. Hétfőn ugye eleve utaztunk egész nap, az, az kiesett, és utána nem is bicikliztem kettszerda, tegnap csütörtökön ráültem egy kicsit a, a biciklire, de ma megint nem, és igazából most hétvégén fogok úgy van elkezdeni újra edzeni, úgyhogy most volt egy ilyen kis, kis teljes szünet. És akkor december közep a tervek szerint következő éles? Akkor lesz világkupa, de azóta kicsit újra terveztük, és fogok még Szlovákiába menni még előtte. Ez szlovák meg egy verseny lesz még, azért, hogy mégis így lássuk, de, de, de edzésből. Tehát akár tehát mondjuk, mint mondjuk vasárnap van a verseny, szombaton még, még egy kőkeményedzés van. Mennyire kell a 17-18 éveseknek azt mondani, hogy fiam pihenjél? És nem rossz, ha három napig nem ülsz fel a bringára, mert rosszabb, hogyha széthajtod magad. Hát ez változó. <laughs> Zsombi érti, van a csapatunkban olyan, aki nem mindig érti, de meg kell nekik mondani. Nyilván én mondom meg ebben az esetben, hogy mit kell csinálni, szóval azért el is várom, hogy betartsák a srácok, meg azért el is hiszik nekem, hogy hogy lehet pihenni. Egyébként sokszor örülnek neki, hogy nem kell edzeni, mert azért a suliból haza jön, eljön edzésre, vagy akár most már külön is edzenek elég sokat a nagyobbak. János hegyen sötétbe, lámpával, én meg ki sem mennék. Ezt pont szerettem volna kérdezni, egy Instagram story kapcsán, novemberben, suli után, mondjuk, a 6-7 órád van, végeznek kettőkor, odaérnek fél-három-három, legjobb esetben. Jól mondod, ötkor kezdődik az edzés. Gyanítom, a kicsiknek legalább. Gyanítottam, hogy 17 előtt nem nagyon kezdtek. <laughs> szóval, hogy ez mekkora verseny hátrány, vagy me mennyire rossz ez? Egyetem mennyire rossz neked, vagy már megszoktad, hogy Magyarországon úgy edzünk, hogy október, november, és akkor sötét? Megszoktam nyilván, meg úgy gondolom, hogy azért, azért még mindig vannak olyan versenyzők nálunk, akik ugyanezt csinálják, úgyhogy azért nem azt mondom, hogy nem az az alap, hogy, vagy hogy az emberek 50%-a még azért szerintem még mindig úgy jár, hogy iskolába jár mellette, esetleg kicsit más óra rendel, vagy ilyesmi, de hogy azért bejár az iskolába, és nem kizárólag délelőtt a világosba biciklizik télen. Mekkora hátrány? Eddig nem volt olyan nagy, szóval, hogy azt így, így láttuk, meg meg nyilván még azért gyerekek vagyunk, meg inkább gyerekek voltunk, ott nem azt számított tényleg, hogy most mindenki, hogy most egy-két órával többet mész a héten, és, és az, a, az, a, fő. Most talán egy kicsit többet fog, de szerintem ezt az évet még így, így ki lehet bírni, meg, meg tényleg nekem valószínűleg ez az utolsó így, mert hogy az iskolát már már befejezem, ha, ha, minden, minden jól megy, és akkor utána már lehet télen is valószínűleg úgy alakítani a napomat, hogy tél előtt is lehet se Szóval ez nagy hátrány, tehát hogy nem tudom, egy 17 éves belga, egy 17 éves holland ugyanezt csinálja? Segít a szülő, suli, este, tehát sötétbe edz, tanulás, aztán magántanuló lesz, stb. Tehát, hogy itt már van hátrány 17 évesen? Hát 17 évesen már, már szerintem van hátrány, de a 11-12-13 éveseknél én mindig azt szoktam mondani, hogy reggel ugyanúgy föl kell, anyu megcsinálja a kakaót, meg a szendvicset, elmegy iskolába, utána eljön edzésre, ott még, ott még nincs ekkora különbség. Nyilván utána már az 23 és az elit, tehát ott mondjuk az, hogy valaki mondjuk jó, nyilván profi sportban nincs azért profi, mert nem dolgozik, de ott, ott, már jobban kijönnek a különbségek. Szóval, hogy akár a hogy mit tudom, Belgiumban ez egy tradicionális sportág, akkor, akkor olyan pályák vannak, vannak edzők, nyilván itthon is tudjuk ezt csinálni, mert azt gondolom, hogy azért jutottunk el ide, mert azért valamilyen szinten képbe voltunk, hogy ezt hogyan kell művelni. De itt már azért 16-17 évesen, tehát itt már azért sokan magántanulok például, azért ezt tudni kell, most azért most vagyok, a Zsombi azt mondta, hogy, hogy ha minden jól megy, akkor, akkor ez az utolsó év. Tehát a jövőre, bocsát, a jövőre érettségizni, nem? Úgy, hogy ebben a tanévben. Ebben a tanévben, igen. igen. csak úgy, arra mondtam, hogy, hogy, hogy ha minden jól megy, azért ő egy elég jó tanuló az ország egyik legnehezebb gimnáziumában, szóval ez egy viccesen hangzott, amit mond, tehát nyilván le fog érettségizni. Azt gondolom. Bízom benne. Én is. <laughs> Na, és a osztálytársak? tanárok mennyire tudják, mit csinálsz, mennyire tudják, hogy milyen szinten csinálod, illetve hogy a tanárok mennyire jó fejek? Tudják abszolút, főleg azért, mert az osztályfőnököm így foglalkozik sporttal, meg egyébként rögbivel foglalkozik egyébként eléggé, és például közvetített is rögbit, meg ilyenek, meg úgy, úgy tudja ezeket, meg, meg figyeli. Az jó. és akkor figyeli azt is, hogy én, én, akkor hol versenyzek, meg mi, meg amikor viszek neki egy igazolást, hogy nem vagyok ott, hogy és akkor megkérdez, hogy milyen versenyen voltam, meg, meg hanyadik lettem. És ha valami olyan, akkor utána keres, és egyébként például a szokott a kollégáinak a többi tanárnak szólni erről, hogy vagy küld egy e-mailt, hogy valamit, hogy akkor például erről, hogy most Eb második lettem, és akkor azt így és akkor gratulálnak a tanárok, és, és úgy tudják meg, megbecsülik ezt. A követelményeket azokat ugyanúgy megkapom, szóval, hogy ugyanúgy, hogyha éppen tövegyek, egy hét hiányzás után, akkor ugyanúgy meg kell írnom a dolgozatot, megfelelni kell, de úgy tudják, és talán egy kicsit néha elnézőbbek, ezért például ez sokan szokták kérdezni, és meglepődnek ezen, hogy ennyire Jól kezelik ezt, meg, meg elengednek az iskolából. Ezt úgy kezeljük el, hogy te kirepülsz, Sárleró, vissza két könyvet, mert csak van fölösleges, másfél órán, vagy vezetünk haza sokat, és hátsülésen tanulsz. Tehát, hogy ez a szint ennyire? <laughs> hát ö, szoktam próbálkozni ezzel, hogy viszek, viszek versenyre, meg, meg amikor utazunk tanulivaló. Jó, várj, ott van nálad az a hivatalos. Igen, igen, ott, nem ott, ott van nálam, de nem szokott sikerülni, igen, egyébként tanulni, mert, mert, nyilván ilyenkor tök sok időnk van beszélgetni mindenféléről, meg, meg ilyenkor a versenyel foglalkozok már is. Például egy verseny előtti este eszem ágában sincs neki állni, tanulni, bármi van, mert, mert akkor már arra koncentrálok, hogy tényleg akkor jól pihenjek, meg a, a verseny jár a fejembe. De hát úgy szoktam próbálkozni, meg legalább valami könyvet elolvasok útközben, vagy ilyesmi. A, azt, úgy, azt úgy szoktam. És az meg, hogy így be kell osztanom az időmet, hogy azért sulit is meg kell csinálni, meg a tanulást, meg mindent, az, az abszolút ott van a minden napokban, hogy be van az egész napom. Mi a jó felállás, hogyha a szülő sportból jön, teszem azt teker, tudja, miről van szó, vagy totál nem? rád bízza a fiút, viszont azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy hány világkupát, szuperpresztist, EB-t, VB-t nyer, le fog érettségizni, pont. Minimum le fog érettségizni. Nem mondhatja azt is, hogy egy diploma. Hát az érettsége az, az a minimum. Tehát azt, azt, én is azt mondom, hogy... Tehát hogyha edzés vagy tanulás, már úgy értem, hogy mondjuk egy edzés kimaradna, mert hogy, mert hogy holnapra tanulni kell, akkor azt mondja, hogy maradjon ki az edzés egyébként mert muszáj, hogy leérettségizzen. Nyilván nem ez a mérvadója ennek a, ennek a dolognak, vagy nem ez a, a mércéje, de, de nyilván ez egy, ez egy fontos dolog. Kérdésedre a válasz, ez egy nehéz kérdés, mert ugye a ugye, ugye zsombék nagyon sokan vannak tesók, tehát így a szülők nem tudnak vele annyit foglalkozni, mint egyébként más gyerekekkel foglalkoznak, hiszen nagyon sok felé terjed a figyelmük. Hány felé ha szabad kérdezni? Hét. Hat vérem van, úgyhogy heten vagyunk. Hány fiú? Négy. Illetve öt velem egyet, igen. Tehát van akkor... két nővérem. Tehát öt kettő az elosztás. Igen. Aha. Az szép, igen. Szóval Sz... akkor még örül, örülnek is, hogyha vannak, aki figyel rá? Hát igen, most olyan hát... vagyok, mint a faterja egyébként. <gül> <gül> szóval, hogy most például a zsombi esetével, most majd anyukája, meg apukája meghallgatja, és akkor ezt még soha nem mondtam nekik, de hogy most nyilván ebben a, ebben a felállásban egyébként az a része jó, hogy teljesen ránk van így a csapatra, rám a csapatvezetésre van bízva a csávó, de nem lehet teljesen kívülállóként ez, tehát hogy tehát a Zsombi most egy ilyen egy egy egyedi eset egyébként így a csapaton belül is, meg szerintem így így mindenhol. Az érettségi az a legfontosabb, most ha minden jól megy, akkor Zsombi fog tudni majd halaszt, tehát felvételizni fog főiskolára vagy egyetemre, és akkor halasztani fog, és akkor megnézzük. A megnézik azt azért mondom, már, hogy reméljük, hogy már jövőre nem lesz a mi csapatunkba. Na, ez jó. Err erről majd még beszélünk. Egyébként Zsombi, mennyire járnak ők versenyedre, vagy külön kéret, hogy létszíne. Hát nem kell kérni tőlük, hogy ne járjanak, mert, mert nem járnak alapból se. Te egy magyar bajnokságra se a kedvéért, tehát ami mondjuk közel van? Amikor úgy, úgy közel van, teszem azt mondjuk Budapesten. Vagy Svájcban az ebén. Igen, az egy másik szintű, igen. Ahogy alapvetően nem vittek el régen se nagyon versenyre, mindig valami edzéstársnak a szülője vitt el, vagy valaki, valaki ez így, így társultam, meg így, vagy ha közel volt, akkor, akkor esetleg elvittek, de például apukám abszolút nem szereti, inkább nem szerette, de nem is szereti ezt, hogy, hogy ilyen verseny, meg nagy rendezvény nem, nem bírja a tömeget, úgyhogy ő, ő attól ő tartózkodik. Anyukám meg nyilván a sok gyerekkel van főleg elfoglalva, és ő, hát úgy, őt se érdekli úgymond annyira, de amikor például Budapesten volt az XCO magyar bajnokság, akkor például eljöttek oda az öcseimmel, és akkor megnézték, és meg pont igen, amikor Svájcban volt az Európa bajnokság, és, és úgy mentünk, hogy esélyes vagyok, ugye ez u 17 be mountain akkor mondták, hogy tök szívesen megnéznének, meg minden, és akkor összeszervezték ezt így egy nyaralással, hogy a a végre kijöttek, megnézték a, 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 főfutamot, ott ugye harmadik lettem, úgyhogy uh, igazából jó volt, hogy ott is egy, egy dobogót jöttek el megnézni, nem uh -huh. egy, nem egy tizedik helyet, vagy ilyesmit. Igen, ez Úgy egy fontos, egy, fontos egy, kérdés, mert pont ezt beszéltük, a Szilasi Laci volt ugye nekem segíteni, és akkor ezt beszéltük hazafelé, pont amikor telefonáltál utána, hogy azért jó, hogy nem DNF lett, vagy egy harmincadik hely, mert itt most egy harmincadik helyen meg két vállóperrel ülnék itt, a, itt az autó, ez, ez jó, otthon, otthon nehéz megmagyarázni a Dócinak, meg a Vikinek, tudod, hogy, izé, hogy Hát fia, csávó 30 lett, és akkor itt úgy, most miért jöttetek el? Szóval így, így nyilván más a felállás, hogy itt egy ezüstéren van itt a zsebébe. Úgyhogy, ja. Úgy jó, jó, jó versenyeket jönnek el megnézni. Egyszer volt olyan, hogy valami magyar, magyar kupa volt, és elvitta elvitt apkám, és nyolcadik lettem, és akkor úgy... ezért jöttünk? Klasszik. Igen, igen. Akkor úgy, nem értetted, de szóval ők, ők alapvetően nem, nem járnak így el velem a versenyekre. De úgy Úgymond nem, nem sajnálom, vagy hogy nem, nincs az, hogy ez, ez nekem szükségem lenne arra, Aha. hogy ők ott legyenek. Mi egy nagy család vagyunk, és akkor tudod, így ott vannak a sok gyerek, <laughs> gyerekek, olyan, mint otthon lenne, tudod. Ja, ja. Sok csapattárs, edző, csapatvezetés mindenki. Kezdetek! 2006-os születésű vagy. Ha jól tudom, de ezt majd kiavítasz, nem nagyon tekert nálatok senki a családba. Hogy választottad te a kerékpár sportot Magyarországon vagyunk, úgyhogy így kell feltennem a kérdést, miért nem foci, miért nem kézi? Alsóban uh, fociztam valamennyit, de csak így a, az iskolában. Voltunk is ilyen bajnokságokon, meg nem tudom, és akkor úgy az is egyébként úgy, hát jól ment, de az nem extra jól. Kézi az, az valahogy úgy, úgy nem jött szóba, meg azt a nővérem csinálta, és akkor azt nem jó ugyanazt csinálni, mint amit a testvére csinál. Na jó, a bicó. A bicó az meg úgy jött igazából szóba, hogy, hogy, én így, így faluról származok inkább, vagy hát ottünk eddig. Hol pontosan? Pontosan puszt az ami ugye ért mellett van, szóval hmm. hogy nem annyira, nem annyira, messze, meg nem az, az igazi vidék, de egy ezerfős kis falu. Az utcán nem jártak autók, és hát ott a szomszédokkal akkor az volt a program, hogy bicikliztünk, meg kimentünk a mezőre, építettünk ugratót, és akkor így, így indult el az, az egész. És hát na nagyon szerettem biciklizni. Ebből hogy jött az, hogy csapat? úgy jött, hogy ötödikben én egy kicsit ilyen duci fiú voltam, és, és anyám még mondták, hogy valami, valami sportot azért kéne csinálni, úgyhogy így edzésszerűleg, szóval, hogy én mindenfélét szerettem előtte csinálni, meg, meg, most is szeretek sok, sportot, de hogy úgy rendszerszerűen, meg rendszeresen. És jött az evezés, mert apukám egyébként régen evezett egy kicsit, de az úgy valahogy nem tetszett, és utána mondtam, hogy én tök szívesen bicikliznék, és nagy szerencsé volt, mert a nővéremnek az egyik osztálytársa itt biciklizett a csapatban. Mármint, hogy a Igen, igen, így volt valami, nem úgy, vagy hogy igen, hogy tudtuk, hogy van ilyen, hogy biciklis csapat, és akkor tőle megkérdezték, nyilván itt tök jó volt, hogy így ö, relatív közel is volt, mert már ide Pestre jártunk iskolába, meg minden, meg a nagyszülők ö, ott laknak relatív közel, és akkor tudtam így járni. Ként annyi biciklis kapcsolódás van, hogy a keresztapukám járt így bicikli versenyekre, ilyen maratonokra régen, meg ő is így szerette a bicikliket, és akkor ő tőle kaptam így a, az első, hát nem azt mondom, hogy komolyabb biciklimet, de hogy egy olyan biciklit, amivel már edzésre el lehetett azért menni. És akkor így, így indult az egész. Adta volna magát a kérdés, hogy megkérdezem, hogy ti hogy találkoztatok, de akkor ezek szerint a te csapatodba ment le. Úgyhogy megfordítom a kérdést úgy, és ez minden ilyen beszélgetésben el hangzani. Megláttad először Felült a gyerek, és azt mondtad magadba, hogy hú, vagy ez csak, ez csak szép sztori lenne így, és messze áll az igazságtól. Van ilyen gyerek, de ő nem ilyen volt. De tényleg nem ilyen volt. Hát figyelj, lejött a macskó egy évig vackolat, a biciklizett kb. Egyébként megmondom össze, de nem emlékszem rá teljesen pontosan. Tehát, hogy mondhatnám a stílusom, hogy a jelentéktelen volt, hogy ott, biciklizgett, ott talán a Wikihez járt így a kisebb csoport, vagy a Monával, nem is tudom már még, akik voltak nálunk edzők, és akkor, és akkor utána így, így elkezdett így, így menni így a versenyeken, és akkor utána nyilván, tehát úgy épül föl ugye a Superior Racing Team, ahol én én vezetőedzői pozícióban és egyéb titulusokban szerepelek, hogy, Ugye vannak a versenyorientált gyerekek, tehát a versenyzők, nem is igazából korosztályok vannak, hanem, hanem tudás szintek. Akár van olyan edzés, amikor a, a zombival együtt edz mondjuk a 12-13 éves, mit olyan latóli Lackó, Olivier, Szilassi, Danika, vagy ilyesmi. Nyilván ezek a technikai edzés, tehát nem, a, nem az erőléti edzés, mert azért kétszer olyan gyorsan tudnak már menni a nagyok, mint a kicsik. És akkor így, így igazából felkerült hozzám, és akkor onnant, tól jött ez, hogy egyre jobban így belelovalta magát ebbe a, ebbe a versengésbe, vagy versenyzésbe, de én azt gondolom, hogy talán ez a leges, legjobb ö, út így. Mert most nagyon sokat szoktunk Csergói barátommal beszélgetni, hogy, hogy a 10 éves fiúnak, hogy akinek már mindene megvan. Tehát a Zsombi talán 12 éves korában indult talán először versenyen. Tehát, hogy Ugyan. van a csapatban olyan, aki már ment 200 versenyt, úgyhogy 12 éves. Vagy a százat, most mondtam egy számot, és mondjuk abban nyert 50-et vagy 60-at. Ott még azért ott még, ott még sok minden elő fog fordulni nagy valószínűséggel itt a pár év alatt. De akkor ő figyelj, az a vonal, a, a, amit így a hallottunk már, mint Waltertől, hogy ment, csinálta, egyetlen edzésről sem hiányzott, tehát ez a munkamániás hmm, ez, srác, ez és Ez, aztán... kb, kb, igen, tehát ilyen, ilyen igen, igen, amit az Ati, de a, a Marci, Erik, tehát ők mind ilyenek voltak. Ugye ők, ezt mi beszéltük azért így nagyjából, a, a, a Marci meg az Erik azért így nagyon, így, tehát hogy rajtunk nőtt föl, tehát így, így közelebb is lakott, vagy laknak hozzánk. Én azért voltam az Eriknek is úgy edzője, hogy a PCC-ben én voltam edzőse, akár a Buzsáki Virág is, vagy edzőtáborokban, ugye Blanka is ott volt, Ati is ott volt, meg olyan srácok, akik már égességen nem, nem bicóznak, de ez a mostani éra, akiket most így látunk ezeken a versenyeken, akár az Eurosporton, meg, meg mindenhol, ők ezt így nagyjából velünk, Kezdték ez a 11-12-13 éves korukban. De ez, kb. amit az Ati mond, ez, ez, ez így helyén való. És, te elkezdted tetszett, akkor azt mondom, hogy úgy, ahogy jöttek is az eredmények, és jártál, mert járni kell, meg sportoljunk. A, a, igazából a pontra lennék kíváncsi, hogy mikor mondtad azt, hogy ebből már lehet valami. Egyáltalán most itt, 17 évesen, azt mondod, hogy én ebből fogok megélni? Tehát, hogy a, az a cél, hogy ilyen valteres, felteres vonalat kövessünk? Én ö, szívesen csinálnám azt még, még mindig úgy vagyok vele, hogy nem merem ezt kijelenteni, hogy ebből fogok megélni, vagy, vagy ilyesmi, meg nyilván ez nem egy, olyan, nem egy olyan dolog, amit életed végéig lehet csinálni, úgyhogy én, én úgy mondom ezt, hogy mindenféleképpen szeretném ezt kipróbálni, mert, mert tetszik, tetszik a dolog. Mi, mi is volt a kérdés, elejezte? Ez én emlékszem. Mi, mi volt a kérdés eleje? Ja, igen, igen. Melyik volt az a pont? Igen, na, igen, 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 igen. Amikor azt mondtad, hogy ö, oké, most nem csak lejárunk, hanem akkor ebbe tegyünk bele komolyan egy kicsit több melót. Igazából úgy volt az elején, hogy kicsit azért jártam mert hogy járni kell, és utána, utána megtetszett, amikor már valahogy ősszel mentem, és akkor ott ilyen voltak, hogy télen futottunk, meg, meg nem tudom, ilyen tornaterem, és akkor az... Oda csak úgy lejártam, és akkor amikor elkezdtünk tavasszal bicózni, és, és mentünk az Erdélybe, és, és technikáztunk, és tudod láttam, hogy, hogy miket lehet meg, te, megcsinálni egy biciklivel, meg, meg mikre képesek, meg hogy ez úgy, úgy valamit úgy kapizgálok hozzá, akkor, akkor úgy megtetszett, és akkor onnan így így már, már úgy szívesen jártam le nyilván az edzésre, ja. meg akartam, és hát az ilyen nagyobb váltópont, utána szerintem az volt, amikor mondta a Buzsó meg a Sanya, hogy hát kaphatok egy biciklit, vagy hát mondták, hogy kéne egy új, új bicikli, mert hogy ez már egy nem annyira alkalmas. Romhalmaz. <laughs> <igen. laughs> mi, mi, volt az első, amivel jártál? Ez egy Kona márkájú, hát nem tudom, egy fém... 15 kilós... De hogy mi? Ocea. Tehát, egy BMX nem, X Monti... Nem, Montenbári. 26 os Monti. Egy, igen, egy 26-os Monti. A boltban nem ülnél föl rá. Háromszor hát, 8 váltóval, ilyenek, úgyhogy az az igazi. És amit kaptál? Kaptam egy Orbea, hát egy ilyen XT-vel felszerelt kétszertizes váltórendszer, úgyhogy az már egy jobb bicikli volt. Egyébként ez egy egyik szülőtől igen, igen, segítségével, hogy a... hogy a... fiának vett egy jobbat, és, és, és az azt úgy kaptam meg a úgyhogy ez ott volt ez a váltópont, hogy úgy már, már versenyekre is úgy jártam le, hogy ez, ez, most akkor így, így, így fontos, vagy, vagy, vagy jó eredményt kell úgy elérni. Egyébként a versenyzést azt, azt, azt elejétől fogva nagyon élveztem, úgy, úgy voltam vele, hogy ez, ez valami más, itt ez, ez, nagyon király. És akkor igen, ez volt ilyen váltópont, megkaptam utána a biciklit, amikor, amikor tényleg úgy jól mentem, és így dobogóra tudtam már állni. És utána még talán az, amikor egy évvel később, nem a Magyar Bajnokságot mondtam bike -ba, U15 első évben, és azt egyébként hozzá kell tenni, hogy ezt egy másik biciklivel, mert ellopták ezt a biciklit. Amit kaptál, vagy megörököltél? Igen, nagymamámtól jártam mindig edzeni, és ott volt a nagymamánál, mindig apukám reggel, hogy ment dolgozni, bevitt oda, és mentem, és nem volt ott, és, és sehol kiderült, hogy ellopták, és hát ott volt még, ott volt egy olyan pont, ahol azt hittem, hogy hát itt kaptam egy biciklit, ellopták, itt... Ja, hát, nem tudok rá vigyázni. Hát igen, hogy hogy megyek én így edzésre, meg meg hogy mégiscsak és én azt hittem, hogy ott akkor így, így vége, és te nem mondta a Sanya, hogy akkor kapok egy, egy másik biciklit. Ott vált talán olyan igazán olyanná, hogy itt, itt már elvárás van, hogy akkor, uh -huh. hogy, hogy így. Egyébként utána meglett a bicikli. <laughs> Úgyhogy ö, ilyen szempontból jóra, jóra ford, fordult a dolog. Kaptam azt a biciklit, a, az újat, és megnyertem vele a, a bajnokságot, és akkor onnantól onnantól úgy, úgy jöttek a sorba a, az eredmények. És amikor még egy... Azt hogy nagyobb... még egy bicót elloptak. Még egy ilyen nagyobb váltópont, amikor abban az évben mentünk, mentem egyébként egy külföldi versenyre, te válogatott ö, Ausztriába, ott talán hatodik vagy hetedik lettem, valami ilyesmi, és utána utáni 5 másod évbe mentünk Csehországba. Ugyanígy vitt a válogatott. 130 ra rajtoltunk el egyébként a versenyen. Pakot Andrissal álltam a 129. és a 130. helyen. Szóval legesleg hátul. És második lettem, úgyhogy ott is majdnem sprintre jöttem. Kettő másodperccel maradtam el. Egyébként a Bajant Kristoftól, aki azóta EOF-ot nyert, meg, meg korosztályos elbét. Többszörös, Igen, többszörös korosztályos Európa vajnak, úgyhogy ott volt ilyen nagy váltópont még, hogy ez, ez itt mm -hmm. valami. Buzsó, ez egy fontos mondat, és ezt meséltett telefonba, <coughs> zombi jó versenyző. Tehát nem az, hogy élete itt hozza edzésen, aztán tizediknél nem tud jobb lenni éles helyzetben, hanem hogy pont fordítva. És ez nagy előnyen, én azt gondolom így messziről. Vagy hogy mondjam, ilyen extra képesség? Vagy nem mindenki tudja? Hát az a, az a szerencse, hogy ezt nem mindenki tudja. Nyilván ugye ugye ezt azért is, vagy azért is tudom, tudok erről nyilatkozni, mert hogy na tényleg nagyon sok gyerek van uh, és volt, a ke mondjuk az a kezeim között. Van még ilyen fiú, tehát ez nem, nem, nem egyedi eset. Erről is sokat szoktunk beszélgetni, akár a Cserivel, akár más edző kollégával, hogy, hogy, ez most ez adottság, tehát hogy igazából ezt nagyon tanulni nem lehet. Tehát, hogy mindig el szoktam mondani ezt a példát, hogy a fiú állt ugyanezen a csekupán Brunóba, ahol egy nagyon szűk pálya van, és tényleg u 17 35 perc a versenyidő, 104 lett beszólítva, és akkor elvettem tőle a felsőt, és kérdeztem, hogy mi lesz, és csak azt mondta, hogy mi lenne nyerek. Most ez más a századik helyen, tudod, ezt így keze a remek, most állnak előttem száz, amit mit fogok én, tehát ötvenedik leszek, 70 hát edzőm megöl, hát haza sem mehetek, tudod, és akkor mi lenne nyerek, hát, szóval, hogy, És akkor nem csak így mondja, hanem ezt így kb. Ja. így próbálja is. De figyelj, Zsombi, te matek dog előtt izgulsz, vagy ez csak kerékpárt illeti? Vagy a kerékpárt illetően? Szerintem van jobban izgul matek dog előtt. Pontosan, én jobban izgulok a. Hát egyébként előtte, pont nem közben, igen, amikor már a végén már szorít az idő. Abszolút az iskolába tökre izgulok néha ilyen dogáknál, meg ilyeneknél. Nyilván ja, a... itt is izgulsz, azért. De, de hogy nem. De is, de a, de valahogy így nem. A, de az egészséges között, meg hogy. Igen, a stresszel. Nem, nem tudod, ja, nem tudod. Nem az, hogy stresszelek, és ott állok, és remegek, hanem amúgy ezt, ezt így érzem magamon is sokszor, hogy ott állunk a rajtba, és már van, aki már, amikor síp, vagy mondják, hogy kettő perc a rajtig, már akkor teljesen nézi a lámpát, vagy a sípot, és hogy az én, mikor. Én meg akkor még, még, elkezdem levenni a felsőt, meg még egy gyertben nyomok, meg ilyenek. Úgyhogy úgy nem, nem izgulom ezt úgy túl. Mennyi verseny van itthon, Buzsó? Elég verseny van -e itthon? Vagy ezt ilyen szinten már, tehát amit, ahol Barniár meg Zsombi, nem lehet úgy csinálni, hogy nem utazunk állandóan? Vessző, és ez a kérdés B része, hogy mennyi idő múlva kell felvetni azt a lehetőséget, hogy költözés. Mert ugye tudjuk, hogy Blanka is gyakorlatilag... Hát Blanka ennyi volt. Idén kb. nagy részében kim van. Igen, meg, meg, ennyi idős is volt. Gyakorlatilag a barnék most kis túlzásra kint, kint laknak Belgiumba. Most nyilván pont itthon vannak, de, de a, az idejük nagy részét a, a Pettivel, kint vannak. Mi is minél többet próbálunk kint lenni. Elég verseny, ezen a szinten már nincsen, sőt, gyakorlatilag nincs is verseny itthon, ami a, a zsomb és a barjának a kvalitásait, kvalitásaihoz megfelelő. De mező, uh, a me mezőnyt azt értem, de darabszám? Darabszám, tehát verseny van, mondjuk 6-8 plusz OB, mondjuk az, hogy 8-9 és, és OB, az van, tehát kisebb korosztályokba és van meccs, és, és tényleg jó. Egyébként nem is vagyunk elmaradva, ez a, emiatt a fejlődő. Tehát, hogy, tehát én azt szoktam mondani, vagy úgy, úgy szoktam, hogyha valaki hasonló kérdést tesz fel, hogy vannak így a zsombiék, tehát vannak ezek a 17-18 éves srácok, és akik most alatta vannak, tehát a zombiék az ilyen húzó, és akik most alatta vannak srácok, bármelyik egyesületben, csapatban, csapatba Magyarországon, azok követik őket. Tehát, hogy innentől most azt gondolom, hogy egy picit jobb helyzetben leszünk. Tehát jövőre fogunk, ha minden jól megy, vagy az utáni években ilyen hasonló eredményeket produkálni, meg így a cyclocross24.com-on. kisebb korosztályokban megfelelő mennyiségű verseny van, de még ott is járnak, tehát azért még beficzen egy-két szlovák kupa vagy cseh kupa, amik azért közelebb vannak, mert azért nyilván egy 20 perces verseny elutazni 700 kilométert a Prága külsőre, az, az, nem mindig a legjobb megoldás. Nem is biztos, hogy erősebb egyébként a mezőny. A, a zsombinak és a barinak viszont ez, ez már ez a, ez a full Belgium-Hollandia. És amit egyébként költöznél, tehát azt mondom neked, hogy holnap reggel 8-kor van indulás, és sulit megoldjuk, de négy hónapot laksz kint, nyilván szülők meg meglátogathatnak, de a példa kedvéért esetek többségében buzsóval vagyunk, vasbarnival vagy, de költözés Belgiumba. Tehát, hogy ezt te így, így adnád? Én egy szempontból ö, nem örülnék ennek, hogy nem szeretek ott edzeni. Sok az eső, sokat fúj a szél. Én mondjuk ez és... a Cyclocrossban az is szokott előfordulni. Hát, ö, igen, az versenyen nem gond, meg nem zavar, de egy, egy három órás edzés közben az elég idegesít, amikor hatszor elázol. Vagy... Egyszer barátommal mentünk ennek, ott, és igen. amikor versenyeztünk, neki pihenő napjuk volt, tehát nekünk sem volt mondjuk az, és emlékszem, hogy 12 szereztünk el a Géza barátommal egy három órás bicózás alatt. Úgyhogy igen, az ott igen. Egy ilyen fura januárban. Na jó, majd valaki azt mondja neked, hogy figyelj, ez most már lassan kell. Valamikor, tényleg nem fiatal vagyok, 20 éves korod környékén szóba kerül, be ez lehet, hogy meg késő az országút, is tényleg azt mondja valaki, hogy Hát most már illene költözni, mert itthon ezt nem lehet. Egyébként én ö, nyitott lennék arra, hogy, hogy igen, nem itthon élni. Vagy nem itthon lakni ilyen időszakokat, vagy nagyobb időszakokat? Hát erre már fel, igen, fel van fel készülve. készülve. Tehát, igen. hogy ezt, ezt nyilván, hogyha most Cross Monti vonal, akkor, akkor tudja, hogy ez a megoldás jövőre, ha minden jól megy. Uh, amit szeretnék kérdezni, és most nyilván nem a vas Vastakács kettősre vonatkozik, maga a kérdés, mert a nagyon sok fiatal találkozó buszú, milyen mentalitása ennek a korosztálynak? Tehát megy egy jó versenyt, és azt hiszi, hogy ő a fanár, vagy csak mi gondoljuk, azt mondjuk idősebbként, hogy a mai fiatalok kevés munkával, sok pénzt szeretnének és társai, mert ar azt itt eszembe, amit a zsombi az előbb mondott, tehát, hogy a Cyclocrossban sok minden van, ami nem vonzó. Nem biztos, hogy abból élsz meg, magyar példa, ott van előtte, foci kézi milyen fizetések, süli után, délután, és azért a Cyclocrossnak az a bája, hogy hideg van, sár van, eső van. Tehát minden így egyben, ami elveszi a kedved. De kezdjünk az, hogy milyen ennek a korosztálynak, a Vas korosztálynak a mentalitás úgy összességében. Megint csak a saját klubunkról tudnék beszélni, mert tényleg másról nem akarok már. Mert, mert, mert nem is látom, igen, persze, nyilván nem is látom őket annyira. Én azt gondolom, hogy nekem például edzőként ez is a feladatom, hogy ezekre felkészítsem a gyerekeket. Amúgy én el is várom ezt a, ezt a féle mentalitást. Tehát, hogy nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy beállsz a, a hadseregbe, és ez, ez, ez nem így működik, de de azt látom, hogy azt a, azt a fajta szemléletet vagy metodikát, amit én így, 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 így gondolok erről az egészről, azt így próbálom átültetni a gyerekekbe, és ők próbálják is ezt megvalósítani. Nyilván itt az a mágia egyébként a Superior rész szintén hogy ha most a zombi így a vezető, tehát a, a korosztály, tehát, hogy mondjam, tehát ő a legidősebb egyébként, akik, akik most ilyen szinten bicóznak, a kisebbek, tehát régen mindenki búzsó akart lenni tehát a zombi is, emlékszem rá, vagy előtte akár a csúja bálint, hogy mondtatok ilyen neveket, mindenki búzsó akart lenni. És akkor most, most már a, a, többiek, most már akár zombi akar lenni, Te akkor ott a, 12 a a éves az a 14 éves. Tehát, hogy, hogy látja mindig, és, és ugye, tehát a, Ebbe az a durva, hogy ha most így nézed, hogy tudod, valakinek ez ilyen, hogy hú, ebbé második, és akkor úrista meg minden, tehát a csávó az kedden lejön edzésre, és, és azok, a gyereke, tehát azok a gyerekek ott, ott tehát a kerekén értem, fordul el, értem. mondjuk az egyik kanyarba, tudod, és akkor ezt így, ezt így látja, és ez így, ez így azért átül, tehát ez a, ez, a, ez a fajta mentalitás, és amúgy én ezt így, így, így el is várom, szóval Na de sok olyan van a kérdés, az erre vonatkozott volna, hogy lejön azt mondod, hogy egész ügyes a gyerek, de a harmadik edzés után közli, hogy hideg van és nehéz. Hát akkor... Vagy ilyet a, még nem is hallottál? A, a, amúgy nem, nem igazán hallottam ilyet, vagy azt így azt úgy, úgy mond csúnyos szóval kiveti magából a rend, tehát abból, a, abból az edzés közegből, ami, ami, ami mi vagyunk, ami én és, a, és, a, és, a, és az, ezek a gyerekek, akkor az megy az egyel kisebb koroszt. És akkor, tehát nyilván nem mindenki versenyző. Figyelj, mikor én ezt elkezdtem, emlékszem rá, hogy uh, én dolgoztam több uh, csapatnál, akár a PCC-nél, Alpine Bike, ilyesmi, és amikor így, így átjöttem ide, mint vezető edző, akkor én nem értettem, hogy a gyerek miért nem akar versenyezni. Tehát, hogy akkor minek biciklizál. Most Értem. Érted? Ez így hogy mondjam, így áttételesen volt, vagy így, vagy így volt egy ilyen elképzelés a fejemben, hogy mi, mi az, hogy akkor minek bicikliz? Hát ezt nem értem, de nyilván van mondjuk most jelen például mondjuk száz gyerek az egyesületbe, és abból 10-15, aki, aki mondjuk azt mondja, hogy tényleg így versenyző, és egyébként ez így van rendjén, mert a csapat sem tudja eltartani a száz gyereket, ha versenyző, mert azért azt lássuk be, hogy ez nem annyira nem annyira olcsó, annyira olcsó sport, meg, meg hát ilyen a mentalitás, szóval, hogy ez mindenkiből lesz focista, vagy... Jó, 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 zsombi a hülye kérdés rovat, az úgy szól, hogy miért, miért szerezte fázni, sötétbe edzeni, meg saras lenni? Hát a sötétben edzeni, meg <laughs> nem szeretek. Edzés közben saras lenni se szeretek annyira, de, de versenyen pont uh, nővérem tette fel, emrég ezt a kérdést, hogy igazából mi jó ebben, hogy mi ott a sárba az egy tapicskolunk, és utána mondta, hogy én ennyire csillogni a szememet rég láttam, mert elkezdtem neki magyarázni, hogy hát é, beállunk, a, beállunk a, rajtba, én leveszi mindenki a ruhát, bemelegített, már rákoncentrált, megfújják a sípot, elindultok nyílen, és onnantól 40 percig kiköpöd a tűrőlet, hogy a másiknál jobb legyél, elkezdtek könyökölni, már a rajtól kezdve, a kanyarba, akkor ki van előrébb, keresed a, a, jó íveket, közben nem érdekelhet, hogy tényleg, hogy mennyire leszel saras, meg, meg vizes, meg, meg közben ott nem fázol azért, aki ezt megtapasztalta már, hogy milyen tényleg egy cyclocross versenyen menni. igen, erről nehéz beszélni, nem? Tehát, hogy te, ezt szereted, meg most is csillogos szemmel meséltél, tehát, hogy ezt aki nem érti, az úgy Most gondolj bele, megkérdezed ezt egy Woodfanártól, aki mit tudom, keres 5 millió eurót egy évben, vagy nem tudom. Tehát, hogy figyelj most miért nem ülsz be a, nem tudom, igen, és milyen autója van, és akkor igen, hogy erre Gran Canary ott a családod, ott nem elvagytok, hát most veszel egy házat, most, vagy a hotelba. Azért mondtam, hogy hülye kérdés rovat. Igen, tehát, hogy amit amúgy nem tudsz rá válaszolni. Tehát például most én, én, én hogyha még amikor régen még néha fölültem a kerékpárra és beálltam a rajtba, de tök szerettem azt, hogy a szerelőim szép tisztra lemosták a biciklimet, cseréltünk bicót. Most edzőként, vagy, vagy tehát ott állok, most én adom föl neki azt a tiszta biciklit, megyünk, lemossuk, meg jön, félkörönként cserélünk, láttuk ugye a Kopenbergen, félkörönként cseréltek biciklit négy-öt percenként. Szóval, hogy ez így, amúgy ennek van valami olyan, olyan, olyan bája, amit így nem ami nem tudod elmondani szerintem, mert, mert tényleg annak, aki, aki elbicózik itt Szentendrébe, Szentendrére szép ruhába, szép izé, topogós lakcipőbe, tudod, így elmegyünk, 40 kilóda visszatök, jó? Egy 30, nem, ezt így nem, nem tudod olyan, aki, aki már, már, benne volt a sportban, úgyhogy nem csak egy, egy, versenyt kipróbált, hanem mondjuk egy szezont végig tolt, és... De egyébként az még nyomják, beállt. tehát hogy most I így a maszterek, igen. például most, hogy a magyar példát nézzük, akkor mindenki imádja, tehát járnak ide a hajógyárira edzeni. Milyen mezőny van így... egy maszteren? Létszem. Létszem? Köbben. 50-60. Hát az? Hát jó, tök jó. Tényleg, Szerintem. tényleg. Aki és rendes aki... biciklikkel tehát nem, nem, az, hogy most itt, ugye régen mi, amikor még én kezdtem ezt a cross mondjuk 20x évvel ezelőtt, akkor ilyen Montiból átalakított, 26-osba pont belefért a, a 700-as kerék, akkor azért még lehetett menni talán egyenes kormányjal, ugye Thomas Frischnek még nyert egyenes kormányjal a világbajnokságot, szóval, mert akkor még lehetett, most már nyilván csak Cyclocross bicóval mehetsz, tehát hogy van rendes biciklija mindenkinek, van, aki egy cserebicója van, segítsége, szóval, hogy azért ez így amúgy így fejlődik. Zsombi, te mennyire vagy technika őrült? Egyáltalán mennyire kell cyclocrossosként érteni ahhoz, hogy hogy működik a bicó, vagy ilyen alapokat hozol a többit, meg a csapat, meg az edzők megoldják? Szerintem cyclocrossban abszolút ö, ott kell lenni azon, hogy hogy tudjad, hogy, hogy működik a bicikli. Már csak a, olyan részeket is, hogy például mountain bike-ba például látok nagyobb gyerekeket, és nagyobb gyerekeket is, akiknek leesik mondjuk a lánc, és elfut a depóig, mert nem tudja, hogy hogy rakja vissza, hogy, hogy rángassa hát az Ez Azt mondjuk, hátránynak érzel. Igen, 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 igen. És egy cyclocrossnál ilyennél például eleve nem, nem szállsz le a bicikliről azért, hogy visszarakd a láncot. Nyilván van olyan eset, hogy, hogy úgy kell, de, de leesik a lánc, és én a váltóval visszarakom. Vagy ha éppen nem akar úgy lemenni, lenyúlok, kirántom, és, 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 visszarakom megint a, a, váltóval. De a ezt ilyen. te honnan tudod tanítják a csapatnál? Hát a, a, vagy? a Buzsó el is mondja, meg megmondja, hogy ezt, ezt, így kell, meg igen, hát főleg ezt, hogy, hogy ő elmondja, és utána, utána, már az van a fejemben, hogy, hogy hát ez nem, nem szállunk le visszarakni a láncot. Tehát akkor ezt tanítani kell? Illik? Akár. Hát igen, igen, ezt, ezt el kell mondani. Tehát mondjuk, mondjuk rosszul, ugye most már inkább van egy tányéros rendszerek is vannak, de a Shimano még ugye kettő én rosszon mindig azt szoktam mondani, bár most erre a Woodfanárt egyébként volt, hogy srammal mennek és egy tányér, de mindenki, aki Shimano, az mindenki két a megy. És például, hogyha leesik kívülről vagy belülről, akkor nyilván a váltóval vissza tudod, váltó, első váltóval vissza rakni. Amúgy meg az egy tányérosnál illik fölrakni láncterelőt, előtt, hogy, hogy ne se le, hogyha most ez a, ez a, konkrét példa. De kell, igen, igen. Ugye szingóval megyünk, defektes szingó, akkor nyilván az ebén szétveri a kereket, akkor az nem kvázi nem probléma, tehát hogy simán, tehát mindig azt mondtam régebben is, hogy néztük, hogy én Sven Nissen nőttem föl például, hogy hogy biciklizek, és én onnan, kb. onnan tanultam mindent, hogy azért drága a durészkerék, mert egy szezonban Nissen ez egy 30 simán eltört. Szóval vannak ilyen, olyan praktikák, amik, amik tényleg így, akár így egyedi, de, de, tanítani kell, mert, mert magától így, így, így nem, nem jönnek rá a, a gyerekek, gyerekek, meg főleg nem, szóval. Meg... Olyan szinten érteni kell hozzá, hogy versenyen van valami, érzed, hogy valami nem jó, és nyilván tudni kell, hogy, hogy mi az, és akkor most cserélned kell bicót, vagy csak most... Tehát mondjuk, tudom mit valami? tudom én, ugye az egy rosszan elektromos váltó az, ami azért, azért most már a... a, a majdnem azt hogy a minimum. Mondjuk a zsombi, hogyha elállítódik a váltó, mert van olyan, mert te megüti a hátsó váltót. Nyilván akkor egyébként fog biciklit cserélni, de akár tud közben váltót is állítani ugye a gombbal, vagy gombokkal. Tehát ezért ennyire így így képbe vannak. De nyilván utána mi ezt a depóba, vagy a, vagy a segítőim, vagy segítők, azok ezt meg tudják oldani. Úgy itt az a speciális eset, hogy lehet biciklit cserélni, és ez kb. nulla másodperc hátrány. Most ez adottság is, mert mondjuk az ebén pont egy, egyébként a, a lejtőn volt a depó, az visszafelé emelkedő, tehát lefelé volt valamennyi hátrány, mert a, a depó mellett mondjuk 32-vel tud elmenni, ha cseréltél, akkor mondjuk 25-tel ugrasz le, vagy 20-szal, ott egy másodperc, de nyilván ez nem annyira, nem annyira, mérvadó, de crosson egy ilyen technikai hiba a bicikli miatt, ami úgy, hogy nem áll meg, tehát mondjuk a hajtás, azt simán kiküszöbölhető egyébként. Ugye a pro, proknak 3-4-5 biciklivel közlekednek, ez itthon azért ez kettő, ami, ami, ami már az elvárható. Sőt, hát ki sem megyünk már egy biciklivel sehova, mert az, az, az nem... Kerékpárod, amivel az Európa-bajnokságon indultál, milyen márka, mivel van szerevem? Ez egy Stevens Super Prestige, az a, a, a neve. 2017-es vagy 8-as talán, azt így pontosan most nem tudom. Ultegra DI2 2011-es set van rajta. A kerék az, hát amivel kaptam, igazából valami fölmatricázott kínai. <laughs> Szingos uh, karbonkerék. Szingos karbonkerék. Az egyikben egyébként DT agyak vannak, a másik. Novatek, ha jól tudom, igen. Szerintem is, igen. Szeretni Én... szereted? Szeretem. Nem mentem még uh, úgy rendesen más, más crossbicóval, úgyhogy... Egyébként kb. egy formák, tehát ez Igen. a Stevens, Ridley, Igen. Speci, most a Cube-nak is, tehát ez, ez a 3-4-5 márka, azért ez kb. egy forma, én Már azt ezt, gondolom. Ezt pont volna néz, kérdezni, hogy jobbra-balra néztél a rajtban az lb n minülnek a többiek, és azt mondtad, hogy í, ez, ez tényleg a top, vagy te, te a toppal mész? Toppal megyek, úgymond, nyilván egy uh, Ridley mondjuk, vagy egy Ashworks valamivel mondjuk lehet, hogy uh, könnyebb, vagy, vagy picit jobb talán, de, lényegében ez, így a top. Nyilván még van, aki durészel megy, meg ilyenek, de hogy lényegében nem, ez nem országút, nem, azt számít, hogy tényleg most az a, fél kilóval könnyebb a bicikli, meg az aerodinia, meg az, az picivel jobb, úgyhogy ez lényegében a, a, top. Itt azt számít inkább, hogy tényleg egy jól felragasztott szingód legyen, olyan gumi, ami tényleg jó a szingón. Például láttam mellettem tufó gumit a ride a spanyol gyerek ment egyébként vele, és hát nem is ment jól a versenyen, mert például hát nem hiába használ mindenki dugáztat vagy challenge-et, mert, mert azok tényleg, amik, amik a tuti De például itt is most volt, ugye, hogy mi a depobáltunk a Lacival, és mondjuk a Solenki ilyen volt talán, aki kikiabált a, a, a szövetségkapitánynak, vagy ott a szerelőnek, hogy Rino, és akkor merő tájfunnal kezdett, ugye ez a dugásznak a, a nem annyira sár, vagy hát a, mondjuk azt, hogy a szárazra és a sárra, tehát ők bepróbálkoztak azzal, hogy nem a sárra rakták föl, mert azért valamennyi sár volt nekik is, nyilván nem annyi, mint az elit férfiakén, de a barni is, meg a, meg a zombie is a challenge-nek a baby limuszával ment, ami a sárgumi, de ők is utána kicserélte, tehát kicserélte a cserebicóba a, 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 szerelő rinós kerékre, mert ugye itt nem gumit cserélünk, hanem kereket, hiszen fel van ragasztva, tehát ez is a speciálitása, hogy egy, a két biciklire legalább kell egy négy kötője hat szetkerék. Nagyon-nagyon én... jó, hogy mondod, mert pont ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire nehéz neked vagy nektek. Tehát soroltátok itt a márkákat, a darabszámot. Én azért hallottam főleg országútról a magyaros történeteket. Tehát, hogy milyenek manapság a viszonyok. Ott tartunk, hogy te mondjuk, nem tudom, saját kocsival, saját pénzzel vezetsz ki, vagy, vagy azért ez nem tudom, tíz évvel ezelőtt volt talán, és most már a szövi sokkal többet tud segíteni. Egyáltalán nem tudom, arról van szó, hogy új kerékkel akkor fél évig spóroltok, vagy azért nem? Ez az a speciális eset, hogy ugye hát elég sok gyerek megy az én cuccaimmal így, hogy én már nem annyira versenyzem, így az én Hát akkor te van jó, hogy vagy, jó, hogy vagy, Hát most mondjuk, mondjuk így, igen. Jó, hogy Tehát, vagy, hogy... és jó fej vagy. Hát igen, de most, most mit tudok tenni? Tehát most mondjam azt, hogy ne, ne, nem mész vele, és akkor nem megy. Szóval, nyilván, nyilván. nyilván ez, egy, ez egy, nehéz dolog. Tehát amíg a egy, például egy szülő, mert nyilván a legnagyobb szponzor az a szülő. Tehát ezt, ezt, senki ne gondolja, hogy ez, hogy ez nem így van. Zárója -e Belgiumba is? Ö, igen. 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 Tehát ezt, ez, az... ez, ez, ez erre most, most tavalyi évben, sokat voltunk Belgiumba. Ezt, ezt tehát a 17 a... éves tak egy zsombor, szerencsés Belgiumban, ha a papa-mama tele van. Ha igen. nem, akkor ki I... tudja? I... Mondjuk azt, igen. És igen. van ideje. Mert, mert Ez egy állás egyébként. Mert, Tehát egy szerelőnek egy, ö... vagyis egy, egy versenyzőnek egy szerelő, mondjuk, szinte, szinte egy állás hát, egyébként. Igen, meg a ebén is, ugye azért az most Belgiumtól is egy 600 kilométerre volt, és a csomóaknál a szülő állt a, a depóba. Nyilván ez válogatott versenyen azért igen. máshogy van, például a Solenki mert pont ugye, vagyis a Remiszen napukájával beszéltél? Solenki ilyen. napukájával beszéltél, ott pont nem ő állt, viszont Ruderwardéban az apukája állt mellettem a depóba. Igen. Itt azért a szövetségnek a az ottani, tehát a holland szövetségnek a a, a, a szerelői, meg minden, de az apuka ott volt, mert egyébként az apuka vitte oda. Tehát, sehol nem könnyű. Sehol, okay. sehol, nem könnyű, nyilván itt a szülők pénztárcájától függ. Itt most szerencs... hát majd azt mondom, hogy szerencsés helyzetben voltunk, de egyébként segítséget kaptunk a, a szövetségt, Kerékpáros Szövetségtől, ugye az ő, ő, buszukkal mentünk, segítettek. Nyilván itt van saját pénz is benne, akár a csapaté, vagy akár az enyém. Ezt, ez, ez majd nyilván kiegyenlítésre fog kerülni. De nem, tehát nem könnyű, tehát azért nem, nem úgy van, hogy a zombi felült a repülőre, én felvettem Párizsba a repülőtéren, és akkor még a Lacival vezettünk 4000 kilométert oda-vissza, hanem azért itt kőkeményen nekik is utazni kellett, a fapados géppel mentünk, szóval, hogy azért itt, itt kőkemény matekok vannak, fél négykor kellett kelni, mert hatkor megy a gép, szóval itt azért uh, utolsó előtti nap értünk oda este, tehát hogy azért vannak itt olyan dolgok, amit egyébként még lehetne finomítani, én azt gondolom. Ez sok mindentől függ, tehát ez akár az én, én, én időbeosztásomtól, a, 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 gyerekeknek, hogy iskolába kell járni, szóval hogy ez sok mindentől függ egyébként. De ilyenre meg tudtok figyelni, hogy Dátum adott, helyszín adott, <laughs> teszem azt, a következő szállás a világbajnokság kapcsán jó helyen legyen, nekem még onnan is két órát menni a rajti. Hát ez most a világbajnokság, ez pont mondjuk azt, hogy szíves, mert ugye a tabor az, az nem egy túl nagy dolog, és pont a Miki mesélte Blanka barátja, hogy, hogy Blanka még tud taborba lenni, de mi már nem, tehát nekünk már nem lesz ott szállásunk. Már, már én már agat taborba, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy tatabánya de talán még kisebb is. És ott valószínűleg utaznunk kell, bár ott valószínűleg lakóautós megoldás lesz egyébként, az a, az a legegyszerűbb. De igen, hát Például tábor az úgy működik, hogy a tavaly világkupa volt, most idén világbajnokság, tehát a, a, pályától van egy, egy, hotel, ahol a belgák például mindig ott szállnak meg, ugye most már nagyon régóta járunk, még én kezdtem először mondjuk egy C1-es versenyekre járni táborba, aztán indultam EB-n táborba, ahol jött a Blanka és a Virág, Buzsáki, juniorba, vagy hát ja, nem volt külön junior, ha jól emlékszem, de hogy felnőttbe indulhattak juniorként, na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy a pálya mellett van egy hotel, és a belgák mindig ott vannak. És ez úgy van, hogy, hogy a tavalyi világkupa az volt október 20, 2022. október 23-án, ők lefoglalták 24 február x ére Tehát, hogy az, az, így van. Tehát, hogy mi nem tudunk ennyire előre gondolkodni, mert nem tudjuk, hogy a csávó egyébként kijut-e, van-e verseny. Tehát, hogy most a belgák a nyolc férfi, a nyolc nő, a... Tehát ott, az, ott vannak. Szóval meg ott, Aha. tudod, nem ott... Na, szóval az más. Ott más a játék. És mit te beszélgetsz egyébként az ellenfelekkel? Mármint, hogy olyan részletességgel, hogy nem tudom, példa meghallod a holland vagy a belga sászt, hogy fú, nekem négy kerékpárom, meg már két saját szerelőm van, most nyilván extrém, extrém, a példa, de hogy beszélgetsz rük, hogy ők milyen helyzetben vannak, a többi, vagy ennyire nincs idő? Van, akivel szoktam, nyilván ezt nem sokakkal lehet, igen, ennyit. Például, ugye Barni vagy, ugye többet tudunk beszélgetni, meg úgy ismerjük a helyzetünket, úgyhogy vele így, így nyilván többet szoktunk, de például a, van egy csesrác, az a Bazsánt Krisztof, akivel, akivel többet szoktam, mert ő, régóta láttuk egymást már Monti versenyen, és akkor így tudod, nyilván mindig egy-egy szót már, vagy egy pár mondatot így, így beszéltünk, meg minden, és akkor tudod, már amikor mentünk Csehországban, akkor, akkor egy fél napot végig beszélgettünk, hogy, hogy mit, meg hogy csinálnak, meg, meg, nekünk is. És egyébként ő is érdeklődött, hogy igen, hogy nekünk milyen a, milyen a helyzet. Na és a cseh, cseh csak nagyon röviden, lehet, lehetne órákat róla, tehát hogy nagyon messze vannak? Vagy KBX? Hát ők azért pont egy lépéssel előrébb vannak, még nyilván lemaradva, ők még le vannak maradva a belgáktól, meg a hollandoktól, meg a franciáktól, de egy nagy lépéssel előrébb vannak, mint mi. Nyilván nekik is megvan az a keret, hogy nem két junior fiúval utaznak ki, hanem négyel, öttel, jó esetben akár hattal is, ha, ha van annyi jó versenyző, és nagyobb a, a, a keret is. És, és hát meg nyilván ők azért... is azért ilyen tradíciót, ez a Denek meg, de az azért van egy húzóerő, versenyrendszerük is. Tehát maga az, hogy milyen versenyek, tehát jó versenyek vannak Csehországban, nyilván azért is járunk mi is Csehországba elég sokat versenyezni, holnap is egyébként, vagyis ma. <laughs> a Dani és a Berencsi az Csehországban versenyez, egy, egy tojtói kupa futamon. Mert november 10 <laughs> péntek, amikor beszélgettük. Szóval, hogy ők ott, ők ott versenyeznek. Meg annyival vannak előrébb, hogy aki mondjuk ott Prága környékén lakik, azért az pont az a 3 400 vagy 500 kilométer, amivel kevesebb mondjuk Brüsszel külső. az, az pont az a Pont, 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 az. Tehát, hogy van olyan, hogy Mihály Boros ugye elkovva bicózik, és ő a cseh bajnok. Ő nem néztem meg a versenyprogramját, de lehetséges, hogy ő, Rimarov, tehát hogy a szombat, és ugye Dendermond de vasárnap, és lehet, hogy vasárnap világkupa, hiszen 6-700 kilométerre, és ez megoldható. Most nekünk annyira nem megoldható ez, mert hogy nekünk 1003, és akkor azért az számít. Fontos téma, Zsombi, országút. Mennyire érdekel most, mennyire fog szerinted nagyjából egy két év múlva erről a kérdésről mást gondolni, mennyire az a cél, mennyire szeretnél, mert most nyilván nincs itt, és nem tudja elmondani, de én ezért Blankáról azt hallottam, hogy ha három évvel ezelőtt megkérdezted volna, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy fúj, fúj országút, örökre cyclocross, rossz, csak ezt nem biztos, hogy lehet mondani. Kicsit hasonlóan vagyok vele azért, hogy azért jobban szeretem a Montit, meg a, meg a cross -t. Az országúti versenyzést, azt magát úgy szeretem, meg az is jó, ott vagyok a pelotonba, ott is könyökölni kell, lószolni, bemaradni a szélárnyékba ilyenek, az, az is egy olyan élmény, ami, amit ha megtapasztal az ember, akkor azért azt nagyrészt, részt, vagy 90%-ban az emberek 90%-a szeretni fogja. De például edzeni, azt, azt nem szeretek folyamatosan országúton, néha, néha jó azért, de például igen, nem, nem, szeretem kifejezetten az országúti edzéseket, és azért jobban szeretem én is még mindig a, a Cross-t meg a Montit. De tavasszal például fogsz menni szerinted? Fogok, mert ugyanakkor azért fontosnak gondolom azt, hogy, hogy ott is menni, ugyanúgy, mint a Blanka is azért hiába mondta azt három évvel ezelőtt, hogy fúj, -fúj országot mégis ott kötött ki, és, és, hát ha van lehetőség arra, hogy minden szakágat még úgy, úgy vigyek, így különösen még juniorba, azért ezt fontosnak gondolom, hogy, hogy nem elköteleződni egy szakág mellett, és csak azt csinálni, hanem kicsit nyíltabbnak lenni ebben a, ebben a kérdésben. Hát a megkeresések is vannak azért, Na, szóval hogy. Ez lett volna a következő hát, kérdésem. Ez, ezt írtam föl, itt a bizonyíték, Na. hogy buzsó voltak megkeresések, vagy azért a szakma azt mondja, hogy EB második lettél jó, de azért nézzük már meg, hogy mit csinálsz februárig, meg mondjuk a VB-n. Ez, ez, pontosan így, ez pontosan így van. Tavaly már elkezdődött egy ilyen egyre megkeresés egy egy csapattól, egy nemzetközi csapattól. Közben azért mi dolgozunk akár Monti vonalon is. Tehát nyilván mindent meg kell vizsgálni, meg meg kell nézni, aztán majd, majd, majd valahogy lesz. Nem ez hogy valahogy lesz, tehát egy, nyilván sok felé megyünk. Tehát megyünk Montis vonalon, nézzük a cross de azért a vége az bármennyire is ez így, lehet, hogy sok mindenkinek, vagy akár a csapatban a gyerekeknek, mert nálunk inkább tényleg a cross és a Monti, de hogy a vége az valószínűleg az országúti versenyzés egyébként. Azért is, mert, mert most így látjuk a cross az iszonyatosan azon a részen, ott nagyon belterjes. Tehát, hogy most például leigazolták egyébként az Alpecinbe a 11. helyezettet, aki az Európa-bajnokságon 11. lett, az a héten leigazolta az Alpecin. Szóval, hogy és azért ez egy holland fiú. Tehát 17 a... évesen egyetlen késésben van valaki, mert én azért nézegettem a... Nincsen késésben. Nincs, mert néz, nézegettem egyébként a neveket, amikkel vagy akikkel találkozhattak a hallgatók. Tehát, hogy a 20 éves Morgáldó jövőre UAM Réc. Hágenes 20 éves jövőre Jumbo. Szégárt idén 20 éves ment a Nyilván extrém példák. Extrém de hogy példák. te mindjárt 18. -an. De én azt gondolom, hogy nem egyébként. És hogyha most az Ati példáját nézzük, azért az Ati ennyi idős korban még, a, még, a, még azért a, a tehát a Tibivel a csömörbe nyomta. Egyébként ugyanígy, ahogy akár a Barni is a csömörbe, a, a Zsombi pedig a Super Racing Teambe. Én azt gondolom, hogy, hogy minden, tehát, tehát, ez a lépcső, ez, ennek meg kell lennie, én azt vallom. Szóval nem lett egyből most egy vörtúr. Persze, extrémek voltak a példák, Van. amiket soroltam, de Zsombit, amúgy te ilyen igen. szempontból türelmes vagy, meg hát azért nem vagy annyira rápörögve teszem hozzá most még az országútra talán. Hát igen, de így csapat csapatügyileg nyilván egy, megnyugtató dolog, hogyha, hogyha látod, hogy van valami megkeresés, vagy vagy ilyesmi. Mondjuk hát azért úgy... ahhoz nyerni kell, nem? Még, még, még. Hát még, igen. még ja kell, tehát hogy ez, ez így nagyon szép, oké, okay. tehát ezt mondjuk így mondják, hogy oké, okay, nagyon szép, de majd gyere velem vissza még, még december, január, és akkor még, még él. Azért az ennyire nem, de például talán múltkor beszélgettünk, hogy aki most második lett ugye Cameron Mason, az valamelyik vb 26 lett juniorba. Tehát ez sem biztos. Tehát itt sem, én azt gondolom, hogy semmi nem biztos. Tehát, hogy, az, én azt gondolom, hogy nyilván egy második helyjel, egy ötödik helye, de ha még 10-15. helyjel is, azért az alap az egy biztos. Tehát, hogy ott azért a, a technikai tudás, az erő, meg minden megvan. Azt gondolom, hogy magyar szinten mi eddig tudjuk eljutatni amúgy a, 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 srácokat, mert nincs más lehetőségünk. Tehát ö, nagyon messze vagyunk attól ö, kilométerbe, ahol ezt másképpen űzik, és nem csak, nem csak, ezt a szakágat, hanem, hanem a többit is. Mindig idejukadunk ide az anyagi lehetőségek is ö, korlátozottak, tehát hogy nem, nem, ezeket nem tudjuk összehasonlítani ezzel. De ha már, ha már eljutatjuk ide, a, ameddig most így a, ezek, a, ezek a srácok eljutottak, és innentől majd akkor látjuk őket konti, pro konti, szinten, és úgy, ahogy akár tényleg Walter Atti eljutott, akkor szerintem az egy, szerintem ez egy, e, itthon ez, ez, egy, ez, egy, működő, mert nem tudom magad megmutatni máshol. Tehát oké, okay, mennek kis békeversenyt, hogyha most országútról beszélünk, nálunk csapatból is voltak Hollandiában egy elég komoly többnapos versenyen, 12 évesen, de ott még annyi minden történik majd tehát az még hat év. Emlékszem, hogy tavaly, amikor először ment a zsombi c versenyen, nem, nem én voltam velük, hanem a kenyeres Ábel, kollégám volt, és, és annyit mondott nekem az Ábel, amikor ötödik lett a zsombi, és mint szerzett 13 uci pontot, vagy 15-öt, 12-t, 12, 12, 12 és akkor mondta, hogy gratulálok zsombikám, de ugye akkor már Európában a harmadik volt, gratulálok zsombikám, most fölkerült az UCI, uci, térképére. Tehát, hogy most lettél az, hogy megjelent a ProCycling Tanszó, hogy, hogy takás zsombor, tehát egy ebbi harmadik egy nagyon szép u 17-be, meg, 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 minden jó, de azért ez innentől kezd élesedni ez a helyzet, és a, nyilván nagy a konkurencia, tehát ő is találkozik olyan versenyzőkkel, akik mert tényleg most már vörtúrba írnak. Alá. Egyébként a srác is, tehát a, ez a sparfelés, is, ugye, az 19 Aki megnyerte? Igen. igen, de, de ott meg megint, hogy most egy utána gondolunk, hogy, hogy És akkor Francia, oké, okay, akkor van egy nevelő egyesület, akkor átveszik a, a, az az 19 akkor onnantól jön a, a, development, és akkor utána jön a Tour. Tehát, hogy, hogy ott van, itt nálunk ezt így nem tudod egyébként. Szóval, hogy, hogy nincs, nincs az a rendszert, és ez annyira be, úgymond belterjes, hogy, hogyha megnézed például a ha most cross is nézed, akkor, akkor átrek, tehát Holland-Belga. Nézed az Azsa szinte Francia. Tehát, hogy nyilván. Hát meg igen, főleg ez a Francia vonal. Ha itt most itt van előttünk a ö, lista, ö, ránézel a harmadik helyzet ö, és Simon ő, ő, ő nem. Ja, ő, ő, nem. ő, ő nem, igen, az de a, de az, a összes igen. Többi, az, összes többi, az összes többi, az azt hiszem, igen. Zsombi, zárásként mondtad, hogy most ilyen idézőjeles pihenőd van, amikor nem versenyzel, vagy nincs hétvégén verseny, te mennyi bicót nézel? Tegyük fel, van országúti szezon, tehát nem feltétlenül novemberbe. Mennyire követed a Cyclocross-t, a nagyokat, mennyire nézed az országutat, mennyire olvasod a híreket? cyclocross nézni gyakorlatilag mindent nézek, a férfi elitet mindig, női elitbe bele, bele, nézek, de inkább ha a blanka megy, akkor, akkor szoktam. Híreket azt, azt így egyébként annyira nem szoktam olvasni, az úgy nem jön velem úgy szembe, is, és, azt nem. nem. olvasom. Országutat, országutat meg abszolút nem olvasok híreket, viszont azt úgy, úgy követem azért, azt, azt, is így nézem. Nyilván nem úgy, mint a cyclocross azt hogy leülök, és akkor a rajtol a célig végig, azt nyilván sokkal kevesebbet nézem így. Meg szerintem is azokat egyébként más. most itt beleszólhatok, amik ugye mondjuk a test közel állnak. Tehát, hogy é, mondjuk a tavaszi klasszikusokat én sokkal jobban nézem, túrt is nézem persze, meg, 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 tök jó, amikor van időmre, de, de szerintem... Tehát egy pári pári Pálirub, ér ér érdekesebb, mint egy Gentfevegem, igen, igen, igen mert, mert az mégis olyan. Tehát ez a, ez a sárba kanyarodunk, és akkor Vanderpol, Pitcock, Fanárt stílus, ez így. Ez így jobb egy kicsit. Igen. Viszont Buzsó, az kell, hogy zárjunk, no. hogy a fiú miért nem ugyanannak szurkol a Thunderpool fanart témában, mint te. Ez hol, le hol lett az elrontva? Hát mert szerintem ott lett elrontva, hogy... Vagy nem elrontva. Hát, Jó, hát nyilván Tudom el. a kérdést, és tudom, hogy ezt miért tetted fel ezt a kérdést. Szerintem a Funderpool az közelebb áll a fiatalokhoz. Tehát a csapatban nálunk a, a, a kisebb srácok mindenki a Funderpoolnak szurkol. Én egyiküknek sem szurkolok, nekem szimpatikusabb a Fanárt, mert szokták kérdezni, hogy milyen volt a funderpool meg a Fanártal versenyezni. Én mondtam, hogy nem versenyezni, csak egy rajtba álltunk. Ez, ez, ez így a helyes. Az, az nem volt verseny. Én azt gondolom, most ez az én véleményem, tehát hogy a fanárt, mivel már a, a koromból adódóan nekem ez a, ez a család és az egész, és akkor ez így, ez egy kicsit közelebb áll a fanárt, tehát egy kicsit olyan szerényebb, kicsit ilyen, így, 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 így ez a vonal, a, a, szerintem a fiataloknak, akár a zombinak, akár a többi srácnak, meg azért a Matyő Fanderpol, mert amiket közben csinál, vagy ahogy nyilatkozik, vagy ahogy csinál, az egész ő maga fel van építve, szerintem ez azért van. Egyébként. azt én is elmondanám, hogy egyiknek se szurkolok, például a tavalyi vb n pont a fanátnak szurkoltam, mert hogy neki még csak három világbajnoki címe van, a Fenderbolnak meg már volt akkor négy, ugye ezzel együtt már, de hogy akkor akkor, uh, akkor ő nyerjen. Esélytelenem. Ja, hát nem az esélytelenem, esélytelenem, de hogy megérdemli. Meg versenyről versenyre ez úgy, úgymond változik, hogy kinek szurkolok. Nekem a, a, a biciklizési stílusban tetszik jobban a, a Thunderball, meg igen, hát én, én úgy gondolom, hogy crossba ő kicsit olyan extra, vagy többet tud, de hogy de egyik se az, ő tényleg akinek úgy, úgy szurkolok, vagy azt mondom, hogy a másik az ne nyerjen. Alapvetően meg amúgy mindketten olyan Szimpatikusak. De koksidében meg mindenki kinek szurkol, ezt a fanát fog nyerni. Viszont ha vb n ott vagytok, akkor maradtok megnézni őket. Hát most maradunk, az közelebb van, igen. Most, ma most megnézzük. Igen. Buzsó, zárjunk azzal, ami talán sokakat érdekel, szózni vinni a gyereket, hol vagytok ti megtalálhatók? Akár a neten, akár helyszínen. Szerintem ez fontos. Helyileg Sport 11, ez ugye Újbuda, Kamaraerdő, és a melletti rét, ugye versenyt is rendezünk ott, Superior Racing Team, Facebook, internet, Superior Racing Team. Jó, tehát akkor Négy-öt edzővel dolgozunk, még a sötétben is 40 gyerek jár edzésre, úgyhogy... Az komoly. Igen, nem is értem, tehát hogy... Én... Nem, <laughs> ugye, nem kell érteni, járjanak! Nem, nem értem, járjanak. szóval milyen sötétben esik az eső, kedden esett az eső, állt az esőkabátba, ezek ott mentek a rézsün, estek, keltek, nestekkel, nem akarnak -e elfogyni. Nem, nem értem. Nem. <laughs> Jó, szerintem... legyen így, legyen nem így. Értem. legyen így. Srácok, köszi szépen, hogy jöttetek, Nagyon szerintem kösz. szuper volt nektek, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.